egyszerűen most nem ez még egy... Sziasztok! Itt vagyunk a Dunakanyarban, a prédikáló széken, és előttünk a hóvihar peremfelhővel, gyönyörű tindalsugarakkal, eszméletlen! Eszméletlen brutális! Azt a mindenit! Hihetetlen. Tehát prédikáló szék, és hát, mint látjátok, irdatlan hó, vihar előttünk. És ez még nem az a zivatarlánc, amit várunk. Ez csak egy ilyen előszösszenet. Gyakorlatilag, ahol esik a hó benne, ott szinte nulla a látótávolságot el lehet képzelni, hogy milyen sűrű nyomja az a rész. Végül, hogy pont kimaradtunk a nagyjából egyelőre, csak gyönyörködünk belőle egy nap. Tindásugarak minden. Fényében ez már elképesztő, hát ilyen szóhoz se jutunk kb. Nagyjából. Segrád a városében most pedig a húzában, a kérdéságában, közben a tindásokra rávilágítanak. Eszméletlen. Ja, és ilyen 60-as, 70-es lökések a mínusz 1 fokban, tehát vagy mínusz 2 lehet is. Igen, ilyen kézlefagyasztós, tehát konkrétan most kezdett el zsibbadni az összes ujjam. Jó az idő, csak sok itt a szél. Hát jó itt lenni, csak hideg. Szilvia, hideg. Eszméletlen. Igen, azok a, hegyek azok most 10 perc alatt fehérettek ki. Ez azt mondtam, hogy 4 óta. Biztos igaz. Félelmetes. Aha. Micsoda tindalsugarak. Hát, igen. Ez élőben. Nem itt lakunk. Csak feljöttünk. Ez a prédikáló szék egyébként. Egy laza 6 kilométeres túra volt. De, igen. 400 kilométer. Visegrád, Nagymaros, Kismaros, minden itt ez az egész. Hát az egész Dunakanyar, illetve a Bölcsöny is most kezd kibukni a hóból, éppen a peremfelhő alá került, tehát váltogatja az éppenséget, akár is szépséget. Hihetetlen. Igen, nagyon szép. Ezt az ember el tudná viselni nagyon hosszú ideig, ha nem lenne ennyire hideg. Gyönyörű perem. Hát mindenképpen az. Bár most kezd egy kicsit gyöngölni a perem felhő része. De azért vízesen. Nem sokáig bírom tartani már a kamerát. Hát egy-két percig még azt aztán leteszik. Aztán azt, hogyha jön a zivatalról zárpórlánc, húzárpórlánc, vagy akár néz. És tartottam, hogy státuszol majd látod. Nagyon belök a szél. Vadul fotóz. Ott bevilágítja a Dunát a nap. Félelmetes. Nagyon szívesen mutatnám még tovább, de mostanra már nem érzem a kezem. Perceken belül
Japánban egyébként itt is elkezd szakadni a hó. Ha kicsit erre videózott, nem tudom. Hát mennyire látszik, de ha igen. Hát egy egy kisebb hózápor, az nem sok elkap minket, valószínűleg egy pár perces rövid, de mindez így hóesés lesz. Aztán, hát reméljük, hogy jön a nagyobbik, ami valószínűleg szintén perem felhővel fog érkezni. Dörgés villámlás is lehet, főleg itt az északnyugati határ, Esztergom környéke, Dunakanyar. Itt van a nagyobb esély villámlásnak, de igazából, hogy halad délfelé, hát jó kérdés, hogy meddig fog lemenni, őszintén szóval ez azért kicsit megosztik a modellek között, de még az is lehet, hogy meglepetést okoz, és az ország jelentős részén egy izgalmas hózápollánc fog végigmenni, főleg a dunántúli szakaszokon, meg északon lesz benne villámlás, vagy lehet benne villámlás. Azért érdemes megnézni, hogy majdnem földet ér a perem. Annyira lent van. Hát ez nagyon szép. Igen, jó film. Köszönjük, hogy itt voltunk velünk. Maradjatok a Facebook oldalunkon. Biztos, hogy fogunk megosztani képeket, de én nem érzem a kezem. Muszáj, hogy befejezzük. Sziasztok!